Varjúnak varjú a fia, tartja a régi mondás, ezért lettem én is cipész. Mesélte Lajos bácsi, aki ugyan nem ismerte édesapját, mert másfél éves volt, amikor a családfő odaveszett a II. Világháborúban. Gyermekként esztergályos vagy villanyszerelő szeretett volna lenni, de azt javasolták neki, folytassa atya szakmáját. Tanulmányait a makói szakmunkás képzőben kezdte meg, de gyakorlatot a Hódmezővásárhelyi papusgyárban szerzett. Munkáját az Ötvös utcai cipőipari KTS-ben kezdte meg. Tevékenységét televíziónak is felelevenítette. Időszakszonyok, ugye fájós lábúaknak annak olyan körülött, ami a lába elfér, még papus, meg ilyesmi. A fiataloknak meg ugye, ha nem kapott a lábára, mert olyan lába volt neki, hogy így annak megcsináltunk. De amúgy itt elég jó ellátás volt Makón cipőben, a bótokban, úgyhogy sokan, szinte 90%-a ott vett készen. Ha megcsinált az ember valamit, aztán szép volt, akkor úgy örült neki. 1992-ben, miután a KTS megszűnt, saját vállalkozásba kezdett. Nem csak a makói, de a környező települések lakói is hozzávitték javításra szoruló lábbeléjüket. A régi időkben a legtöbb cipőbőrből készült, néhányuk pedig szögelve volt. Lajos bácsi műhelyében a megszokott cipészkellékek mellett, mint a kaptafa, a vasmelegítő és simítóvasak, a bőrvágók és valamint az ár, egy különlegesség is megtalálható, ami nem más, mint egy ipari, emberi erővel hajtott varrógép. Itt a tű, meg a cérna, és akkor szépen elkezdik hajtani. Kézzel, mert lábbal is lehet. Csak azért nem nagyon szoktam lábbal, ha véletlen nem úgy megy, akkor azonnal eltörik a tű. A 77 éves cipész elmondta, azt azonban kicsit sajnálja, hogy nem tudja kinek átadni a stafétát, ugyanis nincs érdeklődő, de már iskolában sem tanítják a mesterséget.